Fehérben az U18-as, piros mezben pedig az U23-as csapat lépett pályára. Az U18 első két pontosára 3 percet kellett várni, azonban ekkor már az U23-as kosarasai 6 pontot tudhattak magukénak. A gyenge kezdés nem ijesztette meg a fiatalabbakat, hiszen 7-7-re zárkóztak, a végét viszont az idősebbek bírták jobban, akik 20-15-re nyerték a negyedet. A következő 10 percben sem változtak az erőviszonyok. Pörgősebb játék mellett az U23-as gárda tovább növelte előnyét. A 7. percben 31-22-re, a 4. percben pedig 28-38-ra vezettek. Az első félidő 54-34-el zárult. A nagy szünet után az első pontot az U18 szerezte meg. A lassú kezdés után azonban az U23 ismét elkezdte gyűjteni a kosarakat. A 7. perc végére 40-60 állt az eredményjelzőn. A fiatalabbaknak nem sikerült egyenlíteniük, így ezt a negyedet is 12 pont különbséggel az U23 nyerte. Az utolsó negyed viszont még tartogatott izgalmakat. Az U18 megpróbálta megfordítani a találkozót, az utolsó 2 percre 72-79-re sikerült zárkózniuk. De a terv nem sikerült. A meccs 75-89-el és az U23-as korosztály győzelmével ért véget. Nekem nagyon tetszett, jó volt a csapat egység és a csapat összhang. Hogyan látod az ellenfeleidet? Ők milyenek voltak? Hát fiatalok, tapasztalatlanok kicsit, majd beérnek később. Fiatalokkal szemben nyilván a rutin győzelemeskedett most, és a lepattanó csatában is jók voltunk, meg jobban használtuk ki a helyzeteinket.